Nem gondoltam volna akkor, hogy 15 év múlva itt ülök, és még mindig... És mindig józan vagyok. És erről beszélsz. Igen. Van, aki így megtalál, hogy ő is hasonló cipőbe jár? És sokan. Sokan? Sokan. Rendszeresen beszélgetek alkoholistákkal. Eleinte jártam kórházakba is, 12 lépéses csoportba jártam, és jártam kórházakba. Most más élethelyzetben vagyok, és máshogy segítek. Mindig találni mindig alkoholistát. Mit éreztél? Segíteni akarást mindig? Igen. Hát, hogy megszakad a szívem, mert tudom, hogy ebből van kiút. És sajnálom a környezetükben élőket is, mert ők is szenvednek, és azt hiszik, hogy az ő hibájuk, hogy nem jön ki az alkoholista, de csak emberi erő nem segíthet egy alkoholistán szerintem. Viszont azt a mai napig tudatosítanom kell magamban, hogyha én megiszom az első kortyot, akkor nincs leállás. Akkor nekem bekapcsol valami a szervezetembe, az agyamba, termelődik egy agyang, amitől azt parancsot kapja a szervezetem, hogy követelem az alkoholt. Tehát nincsen kis pesgőzés, vagy kis iszogatás. Mondjuk soha nem is érdekelt az ilyen. Ja, gyerekpesgő. Gyerekpesgő az jó, az feeling megvan, de nincs benne alkohol. Akkor ez lett a hivatásod, segíteni másokon, akik ugyanebben voltak, mint amiben te. Remélem. Most még nem tudom, mi a hivatásom. Most egy kis... Hát általában mindig az van, tudod, hogy az ember megszabadul valamitől, akkor valahogy a jó Isten a szívére helyező, hogy ha már ő ezt megtapasztalta és megszabadult tőle, akkor minél több embernek tudjon ebben segíteni. Hát ahogy igen. Így arra fordul az ember. Igen, ezt a mindennapjaimban csinálom, mondom. Van, hogy jó a fogadtatása, van, hogy nem. Van, aki azt gondolja, hogy én vagyok erős, és azért nem kell innom, mert én erős vagyok. Nem, te gyenge vagy. Hát igen, hát azóta vagyok erős, amióta igen, beláttam, igen. Hogy gyenge vagyok, és ez nem. Én nem bírok el az alkohollal. Azért az első időszak az nagyon nehéz volt, tehát rengeteg az alkohol iránti vágy, vagy az, hogy eszembe jutott, az nálam nem múlt el egyből. Most még vannak ilyen pillanatok, mikor azt érzed, hogy hú, de meginnám azt a pohár bort. Van ilyen? Van. A tavasszal, amikor a teraszon ülnek az emberek és iszogatnak. De mondjuk nem kell alkoholt inni. Csak hogy, de aztán mindig rájövök, hogy a társaság hiányzik, a kapcsolódás, az emberek, úgyhogy akkor fölhívok valakit és elmegyek vele alkoholmentes koktélozni mondjuk. De akkor még mindig van kísértés. Hát én azt gondolom, hogy ez azért... Ez még élünk lesz. Nincsenek illúzióim, igen. Uh-huh. Ez lesz. És megtapasztaltam az ő erejét. Nem úgy, hogy nem volt kísértésem. Volt kísértés, volt nehézség, volt rengeteg nehéz élethelyzet, de ő maradt. És ő ott volt velem. Úgyhogy elvégeztem a teológiát. Na. Ez tényleg akkor komoly elhatározás, döntés. Igen. És teológiai tanulmányaim közben megismertem a férjemet, aki lelkész. Hát figyelj, az életed minden területén ott van a jó Isten. Igen. Hát az fontos, hogy tudok vele őszintén beszélgetni erről, de mint felnőtt ember vagyok mellette. Tehát, hogy a felelősség az továbbra is az enyém. És ezt is tudom, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt tudatosítani kellett magamba, hogy a felelősség az enyém. Senki, se az alkoholista anyukám, senki nem felelős, ha én iszom, hanem az én döntésem, ha megemelem a poharat. Visszatartó erő lehet a család, a gyerek, hogy nem nyúlok alkoholhoz? Hát akkor még nem volt. Akkor nem, de most, hogy... Persze. Azért, hogy a gyerekek... Hogyne. Nem, az... Nagyon, nagyon hálás vagyok. Nem tudom, nagyon erős bűntudat. Így is nagyon sok bűntudatom volt, és szégyenérzetem. De azért így is van, mint anyaként. Hogy néha. Jól végzem a dolgokat. Igen, biztos, igen. Hogy... Ezt
Szóval az már nem hiányzik, hogy még emiatt is legyen esetleg bűntudatom. Mert ráadásul megéltem, úgyhogy tudom, milyen az. Ez egy bélyeg, az alkoholizmus. Akkor is, hogyha nem iszom. Nekem nem, tehát én nem szégyellem kimondani, hogy alkoholista vagyok, de tudom, hogy vannak, akik nagyon sok sebet kaptak más alkoholistáktól. És ugyanúgy, ahogy engem is sokan használtak bűnbaknak, másokat is sokan használnak bűnbaknak, tehát az alkoholistát azt nagyon sokan utálják. De most mégis beszélsz róla. Talán elérkeztem arra a pontra, hogy már elviselem, hogyha nem szeretem, de megerősödtem egy picit jobban belül. Megerősödött az az identitásom, hogy Isten gyermeke vagyok. Hát azt tudom magamról, hogy alkoholista vagyok, de az identitásom az alkoholista. Gluténérzékeny is vagyok, ezt is tudom magamról, hogy nem eszek glutént, alkoholt sem iszom. De azért ehhez idő kellett Istennel is ismerkedni, lassan sikerült, míg ez felépült bennem, megerősödött. Jártam például sok pszichodráma csoportba, mert volt azért egy jó pár traumám, ami lehúzta az önértékelésemet, és hajlamosabb voltam arra, hogyha valaki elkezd vádolni, vagy rágalmazni, akkor azt jobban beszippantom. De most, hogy te erről elkezdtél ilyen nyíltan beszélni, ez egyfajta bizonyságtétel. Mi a célod ezzel? Hogy okuljanak mások, vagy miért? Hát, hogy azt tudjam hirdetni, hogy nincs az a mélység, ahova Isten keze ne érne le. Tehát a kegyelmet megkaptam, de onnantól az én munkám, szakemberek, felépülő csoport, önismereti pszichodráma csoport, teológia közösség, vagy a tanáraim, diákok, gyülekezetben emberek, család. Könyvek, család. Egyik legfontosabb. Igen. Hogy legyen melletted olyan ember, aki ezt fölismeri és segít, támogat. Nagyon sok esetben mit látunk, hogy van egy alkoholista, és gyakorlatilag mindenki hátat fordít neki. Hát igen. És ebből lesz a dráma, az öngyilkosság. Igen. Hisz nincs senki, aki segítsen neki, vagy meghallgassa, és egyedül marad ebben. Vagy nem tudunk jól segíteni nekik. Tehát nem biztos az a segítség, hogy meg akarjuk menteni emberi erőből. A nyílt beszéd az nagyon sokszor segít. Tehát, hogy látom, hogy iszol, mondjuk ki. Tegyük nyíltan, ne csak a háta mögött mondjuk, hogy megint ott feltreng részegen. Mondjuk el neki, van segítség, de bajban vagy. Nem tudsz az alkohol nélkül élni. Én azt gondoltam, hogy bármikor lerakhatom. De hát ezt hazudtam magamnak. Hát valahol legbelül tudtam, hogy nem.